Igaz, bennem sok vér folyik, nem csak székely. Valóban apukám révén oda tartozom. Dolgozik bennem mindenféle, mondom, lehet érezni valószínűleg bennem. Amikor oda mentem a másik román csapat után, egy jó brigádot alkottunk ott is, vezettük is a bajnokságot egy ideig, nyertünk egy Challenge kupát, ami nemzetközileg nem nagy szám, de mégis csak egy nemzetközi kupa, és nem gyenge ellenfelek voltak a vége fele már ott. Jó állomás volt, úgy gondolom, hogy sok mindenre megtanított a kintlét, mert úgy is tudom mondani, hogy relatív azért külföldön voltam. Nagyon jó dolgokat lehetett tanulni, mind kultúra, mind emberek, mind kézlabdában lehetett, de úgy gondolom, hogy sokkal többet fejlődtem, amióta visszajöttem Magyarországra. Végem volt ugye a szenátor úr, ő nagyon támogatta, nagyon egybe tartott a csapatot, akkor voltak nagyon jó lehetőségek ott. Úgy gondolom, akkor nőttek ki fiatal játékosok, volt saját nevelési játékosok abban azokban a csapatokban. Úgy gondolom, lehet termelni, mert van miből. Te is nagyon jól tudod, hogy volt már régebbről is, és jönnek folyamatosan, de ehhez azért sokat kell foglalkozni ott az ottani fiatal játékosokkal, hogy még több játékos tudjunk ebből kinevelni. Nagyon szurkolnak nekünk, nagyon örülnek és nagyon büszkék ránk. Nagyon, hát több ismerősöm is van, meg barátom is van, akikkel tartom a mai napig a kapcsolatot. Nagyon-nagyon szeretik a magyarokat, és nagyon mellettünk állnak, és nem csak a magyarok, hanem itt tudnék belemenni tovább. És mondom, itt vannak mellettünk, úgymond, szeretnének ők is ilyet, de hát sajnos ott nem lehet.